Oké, tehát mondjad, Pista. Itt vagyunk az Alpok lábánál, igaz-e? Itt vagyunk. A mai nap legnagyobb stósza, hogy halljuk. Mai nap legnagyobb stósza? Az, hogy egy hónapja vagyunk úton, 15-e van. Reggel úgy ébredtünk, hogy a nem messzi, ott mellettünk lévő emberke, egyik emberke kijött kerékpárral, hogy fiú, gyertek reggeli kávé, tehát ez volt az ilyen kis ajándék erre az egy hónapra szerintem. És nagyon gyönyörű folyók mellett megyünk. Hát ez fantasztikusak, átlátszó, tiszta. Hát most innen halak nem látszanak, mert sajnos csak apró halak vannak. De volt, ahol ilyen combnyi halakat láttunk benne úszkálni, nyam-nyam, de hát sajnos szerencsére egyelőre nem kényszerültünk rá, hogy a halakat folyóból kifogdassuk. Ja, Alpok lába, tehát nem tudom mennyire fog látszani a fényviszonyok miatt, de most fogunk bemenni a hegyek közé, a nagyon-nagyon magos hegyek közé. Ez itt még a kezdet. Különben a nap másik nagy stósza, hogy 8 kilométert mentünk üresbe. Megindultunk délhelyett kelet felé. Hazafelé tévedtünk el, hazafelé irányba. Egy 4 kilót, meg aztán vissza is gyalogoltunk röhögve persze. Viszont azért elég nehezek az utaink, mert nincs tényleg egy paránk se zsebbe. Minden nap kapunk olyat, ebben nincs gond, de azért pszichikailag megterhelő. Igen, és érzed azt, hogy nehéz. Úgyhogy tessék szellemi támogatást, anyagit nem is lehet, szellemi támogatást szépen az interneten, bújtatni minket, és hát föl hevíteni, pesdíteni előre. Így van. Na hát veszed egy kicsit, én is beszélek nekik. Megmutatok egy, nehogy megijedjetek, figyelj, ő itt Ferenc. No tehát. Nem tudom, miről akartam beszélni, az igazság. Ja, tényleg, elvesztettem a fényképezőgépnek az USB kábelját. Egyelőre nem tudjuk ezt, hogy oldjuk meg. Valószínűleg majd egy boltba próbálunk egyet kikönyörögni, vagy elmegyünk egy internet kávézóba, és ott általában szoktak menni ilyen kábelok, aztán sutyiba szépen zsebre vágjuk, azt kihozzuk onnan. Ez az egyik megoldás. Hát igazán más gondunk nincs. Nagyszerűeket tudunk enni, inni. Nagyon rendesek erre az osztrák vendéglátósok is, tehát Dankeschön Österreich, ugye? Nincs igazán mit mondanom tovább. Jönnek a hegyek, gyönyörű helyeken vagyunk, biztos nehéz lesz, mert meredek hágókon fogunk fölfele, illetve ugye lefele is mászni, de hát mind választottuk ezeket a nehezebb útvonalakat, mert lehetne könnyebb is, de azok nem olyan szépek. Azok, amelyek igazán látványos, az osztrák, ugye Alpok, az igazi Alpok, azok egy kicsit nehezebbek, de hát cserébe valószínűleg olyan képeket és videókat fogunk küldeni, hogy le fogtok petézni. Na, a viszlát! Ciao!